Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk, szórakozunk kicsit a Beam Engine Drive-val. Ugyebár nem az alapokkal, hanem garázs-tugarázs móddal, vagy éppen mással. Van egy új széria lesz itt a csatornán. Úgyhogy... jelenleg telepítve vannak ezek a modok. És... megnézzük az első garázs-tugarást. Méghozzá az East Coast USA-t. Ugye ez milyen? Xbox karra. A játék támogatja a billentyűzetet, egeret is egyébként. És még nagyon messze van az 1.0-as verziója. Grafikai beállítások terén körülbelül egy Blindeck Plus módban van, úgyhogy ebben a feladatok elvinni A-ból B-be megadott járműveket. Hogy elsőre egy Pigeon-t kapunk, tablizett kiadást, aminek van kis oldalmankó kerekei. Jobb oldalt láthatók az objektívek, ugyebár hogy mit kell megcsinálni. És hát voltak benne próbálkozásaim, ahogy nézegettem. Ugyebár a Pigeonről tudni kell, hogy eléggé borulékony. Belső nézet relatíve adott. Motorháztető nézet meg a külső. Van a játékban mindenféle földi jó, indextől kezdve manuális váltón át kipörgésgátlók, sok minden, relatív ez egy fizikai szimulációs játék. Ugyebár a Pigeon az egy úgymond kis motorautó, ami három kerekű. Amivel ugyebár hát nem tudom, hogy Amerikában elterjedte, Kínában biztos, ugyebár jobbkormányos kivitel alapból. Hogy lehet ezekkel szórakozni egész szépen. Az előnyük viszonylag a nagy pakolás terület, ugyebár a kis plató. Ezekből akár taxi is létezik odakint. A teljesítményük viszonylag jócskán visszafogott. Nagyjából úgy kéne elképzelni, mint hogy egy Hayabusa 1000-es motort kötnénk rá egy Asmira. Ez itt fordítva van, mert hátul két kerék van, amit egyet hajt és a másik pont differel. Ha minden igaz, és a fogyasztása nagyjából krumpli. Alig. Láthattuk, 2,7 km-t kell megtennünk, de ez légvonal, hogy nagyon változó. Keresgélek módokat a játékhoz egyébként, hogy miket lehetne teljes többkkel szórakozni. Megfilóztam itt Parker módon is, mert miért is ne. Ha van valami tippetek vagy kedvetek, amit látnátok, hogy sikerül-e végigvinnem vagy sem, azt nyugodtan írjátok meg majd kommentbe. Részemről ennek a játéknak már megtaláltam ennek a garázs-tugarázs modnak a Chaos mod kiadását, aminél sorra nehezedik a játék. Nem feltétlen mondanám azt, hogy az egyszerűen teljesíthető lenne. Úgyhogy most egy ilyen kis chilles verzió. Mire még nem jöttem rá, hogy például a másik modban lévő garázs-tugarázs modokat hogy használom. De hát mindenki tanul, oda kéne balra beállni. Szépen hosszába. És
Ugye meg? 3. Még. Jobb oldala, ha kilóg. Így. És azzal teljesítettük is az elsőt. Itt látszik, hogy párszor már próbálkoztam. Következő. Itt 684 métert kell megtennünk papíron. Nem lehet vezetni a kocsit. Össze lehet törni, de nem feltétlen ajánlott. Ugyebár ez is egy modos jármű. Ha bekéred a radiál menüt, akkor mindenféle földi jót elég adhatsz, világítás. Ugyebár az ott fönt szerintem foglamp lesz. Refi nincs. Főső fények arra nem kapcsoltak. Ködlámpa. Arra bekapcsolta azokat. Ugyebár van AI a játékban, által lehet velük szórakozni. Épp pompájában az járgány. Igazi kis bagi. Éppen dobja a seggét. Nem feltétlen ezekre az utakra van kitalálva, hanem inkább terepre. Ugyebár nem tudom, hogy itt a garázs-to-garázs modok mennyire befolyásolják a rengeteg ilyen miatt, ami itt a lukton van, mint jármű. Biff, nem könnyű egy ilyen balesetet összehozni. Na még egyet, már nem kanyarodik egyébként. Vannak járgányok, aminél kapcsolható a döszkerék, aminek köszönhetően azt is lehet állítgatni, illetve differenciálhajtó műtől kezdve sok minden. Elég szépen jobbra húz most a járgány. Éppen elkújtjam egy gyorsulunk ebbe az irányba. Egyenesen már nem tudunk menni. Kerékdőlés az velünk van. Oda kell beállni. Került. Vagy nem. Ezzel el kell szórakozni, hogy ez itt bekerüljön a helyére, mert hogy jobbra húz. Ahogy megvan, meg is adta, nice-mice. Következő járgányunk egy régi hűség lesz. Dokkoktól a városba el kell vinni. Éppen elrúgjuk neki, mert miért is ne. Van kézifék egyébként. A jobbra vasszal tudsz gázt adagolni, mert alapból ez másra van állítva, de át lehet állítani, és akkor szépen finoman lehet a gázzal játszani. Kihívásosabb megoldások formánnyal egyébként is azon belül manuálváltóval. Az is egy életérzés tud lenni egyébként. Na, hát már összetört a szélvédő, hát meg nem is mentem neki senkinek. Ezt a gépháztető nézetet én nagyon adom. Szerintem jó. Elég szépen ki lehet őket tűzni, főleg ha éppen lebontod mellette a kocsit. Persze ugyebár a való életben ne vedessetek ilyen őrültem, mert a való életben nincs rezet, és nem biztos, hogy
szépen túlélitek, főbb. Hát, azt beépítettük oda. Nem kicsit. Erre felett ilyen. Ja, ki tudom szedni, vagy nem tudom kiszedni. Hát ott a cél előttünk. Hát, úgy látom, nem. Az ott belegyógyult a grafikába. Úgyhogy ilyen kis apróságokkal simán el tudod teszni a körödet, most én ezt. És hát feladod valóban? Hát feladjuk valóban, mert nem sikerült, de beszorultunk. Én már úgy tudom, ilyenkor nincsen mod romb, amivel a pályaszerkesztő rész jönne be, mivel ugye már a karaktert, az autót szét tudod szedni, vagy ki tudod vágatni onnan. De nem baj. Van ez így. Úgyhogy... hogy jó legyen. Na miért is ne? Ugyebár annak sok értelme nincs, ha full szabályosan akarsz menni. Legbe. Pont elér is játék, hogy akkor szórakozol azzal, hogy nyomod neki, mint állat. Oké, bizonyos keretek között a résszel. Ezt egy kicsit lebontottuk a sportautót. Ugyebár azt hiszem valós. Na most miért se tudunk? Hogy döntött a játék, hogy lesz. Ja, az ESC-t bolondult meg. Ugyebár jobb lent látjátok itt az ESC-t. Ez nem tudja eldönteni most, hogy éppen milyen. Ja, hát kerék nélkül én sem tudnám eldönteni, hogy milyen irányba akarunk menni. Kitört a balesz, úgyhogy átkapcsoljuk. Elvileg a fejjel vacsal, az a tűzoltóállomásra kéne mennünk. Pedig az egész szépen kanyarodunk még. Jó, és akkor teljesen kikapcsoljuk az ESC-t. Ahogy. Akkor eljutunk-e vajon a célba, vagy nem? Hát nem tudom, mit érezhet ilyenkor az első kerékot. Mert nagyjából a felmi külsején megyünk. Konkrétan újfajta hajtástechnológia. Igen, abban beledumolni nem tudunk. Ja nem, a belsőn, akkor ez befele tört a kerék. Jó van. Az sem egy hátrány. Az ESC megfogta, de lehet, hogy sikeresen leszállítjuk a kocsit. Megmondjuk, hogy tegyen egy kisebb tapaszt és ráolvasást, akkor meg fog javulni. De aztán az is lehet, hogy nem. És a szélvédőnként még nem tört össze. Mi csodás. Ugyebár a belseje a kocsiknak össze-vissza különbözően meg van csinálva, de vannak elég igényes autók, köztük a gyáriak is. Szépen lassan ezt bevesszük. Az üzemanyag fullon van, ESC kikapcsolva, bal első kereket nem érzékeli, ott látni a középen a műszerfalon alul a... hogy hívják nála? De nem az óra. Azt hittem, hogy kerék akar lenni, mert 1.12-t mutat. És már 1.13-at. Ez vagy kerék, vagy távolság. De ugye előbb három darab vonalkát mutatott, azt hittem, hogy ez az egyik keréknek a hiányát jelzi, de nem. Föl még terepre mér is ne. Itt már bajosabb a balra fordulás. De följövünk. Konkrétan bajos a balra fordulás, mert nem hajlandó balra kanyarodni. Na, talán. Sikerült. Nice.
csodás autócskát elszállítottuk, úgyhogy ez most sikerült. Arkinman Combo 15 és 30 jármű sikeres elszállítása. Hát most 8-nál járunk, úgyhogy benne vannak az általam való tesztpróbálkozások is. Az FPS szám valami 40 és 60 között ugrál, mert a játék Unity-ba készült, aminek köszönhetően a legélesebb kés a fiókban. Az nem nagyon terheli szét a gépet, ellenben mégse hajlandó normálisan működni. Hogy itt lehet a hajtást állítgatni, fokozat, váltás, motor kibekapcsolás, éjjel, traffic, itt semmi állítás nincs rajta, van az kész. Ugye a fanstopban pedig vannak nyitható, zárható dolgok, ugyebár a kocsin például ajtók, első motorháztető, hátsó, bármi. A kapusszel ugyebár lehet hozzáadni, meg levenni vontatmányokat. Vannak vontatmányküldetős pályák is, úgyhogy az sem egy hátrány nekünk. Na hát szép minózás közepette elmegyünk. Nem érjük ne. Hogy viszont tapasztalom, hogy a játék alatt nincsen hang, mármint zene. Akkor lehet, hogy nem árt hozzárakni egy kis háttérmuzsikát, hogy ne csak a semmiről való pofázásom legyen. Hát fék az sok minden van ebben, de fék az nincs. Hogy nem csodálkozok, hogy a Mosfantedben ennyire nem akartak megállni ezek a rendőrök. Nem ér is, ne. A játéknak hatalmas rajongótábora van egyébként. Sokan úgy vannak vele, hogy hú, hát azon kívül, hogy drága a játék, viszonylag 6000 forint, szóval. És még sehol nincsen ahhoz, hogy kész legyen. Itt egy kicsit hó, nincs első lámpa. Hát nem látod, hogy jön? De lehet, hogy a sziréna miatt megy, állnak meg ennyire a diájok. Hogy az is egy előfordulható eset. Szóval sokan vannak úgy, hogy drága. A drágaság meg egy dolog. Az, hogy mellette már nincs sport ezt. Itt vagy van, vagy nincs, úgyhogy most kikapcsoltam. Egy kicsit lehet csúsztatni, de a nyers erőből megy a jármű. Szóval, hogy nem bírja el a gépük. Hát nem mondó vagyok, hogy azért eléggé szépen le lehet húzni a játék grafikáját. Aminek köszönhetően jóval kisebb konfigokon is elfut, mert papíron tényleg kicsi a gépigénye. Gyakorlatilag a modok, illetve a modokhoz tartozó megnövekedett hatványadottan megnövekedett rendszerigény, ami befolyásolja. Úgyhogy, mint mondtam, nálam most ilyen Steam Deck-szerű metodikán fut, annyi különbsége, hogy nem 720p renderel, hanem Full HD-n. És szerintem egész szép a játék. Sokat számít benne az, hogy élsimítás föl van húzva 16-szorosra. Viszont nagyon úgy látom a... majdnem elvittem. A... beálltásoknál, hogy hiába a húzom én följebb, még inkább a grafikát útra meg társira. Minimálisan szem viszonylag nézőpont kérdése. Ugyebár, viszont például kikapcsoltam a tükröt, mert fölöslegesen terheli a rendszert. És azért vicces, mikor a tükörbe amúgy ennyit látsz, hogy akkor ott meg real life generál mindent, az mész előre, plusz még melletted háromszor legenerál mindent. Hogy azok nem ebben arra híresek, hogy hú, de jó legyen. Szóval ilyen NASA szintű gép oda minimum ajánlott. Megérkeztünk ezzel is. Csak hogy jó legyen. Úgyhogy első résznek szerintem ez egy ilyen kis üles szórakozás. A játék megismerése meg bemutatása bizonyos térem. Ezzel a moddal, mert ebben például, ha keresnénk sincs ESC, elemen van nagyon komoly kézifék benne, amitől elkezdi dobni magát.
és első kerekes, ahogy látom. Nem ér is, nem? Hát erő az minden, csak nem megjelent dolog nála. Ugyebár a járművek elég szép mennyiségben vannak már benne, és ezt nagyjából a végtelen plusz kettőig lehet bővíteni. Hogy tényleg különböző random állítások vannak különböző területeken, mert ugyebár ez egy kicsit egyes, kicsit erdős terület. Mindjárt átmegyünk egy másik pályára, például az olaszra. Azt is közkedvelten sokan imádják. Mert különböző szórakozások lehetnek az adott mapon. Illetve a következő részre megnézem, hogy le tudom építeni ezeket a parkör dolgokat, mert azok érdekes challenge-ek. Lehet velük szórakozni. És vagy megadott autóval kell menni, vagy pedig bármivel mehetsz kategóriák. Mert haza is hoz ki képségbe, harcolás nem lett rajta. Jobb eleje nem, bal eleje nem, de van időm körbenézni a járművecskét. Magában a Funstuff-ba lehet ilyenekkel szórakozni, hogy akkor itt minden is ki van nyitva. Egyébként a motortér sem csak úgy van, de az mindent is szimulál a játék. Nem ér is, ne. Sikerült is a helyére rakni. 14 próbálkozásból 4 hiba. Combo of 15, uren combo 10. Max combo 10, hát akkor próbálj meg eljutni a 15-ig. De mondtam, hogy váltsunk mapot. Meg a main menü, szenárió. Mondtam az olasz. Az olasz pálya, a difficulty low. Meg egy Amcsi Voyager. Sokat láthattuk a GTA-kban is őket egyébként, meg sok mindenhol. Gifon Chrysler, illetve Lancia néven futnak. Nem ér is, ne? A csőrös Mekel, meg egy Gavriel néven fut például. Egy ilyen téren licenszeket nem tartalmaz a játék, hogy az alap verzióban legyenek jóságok, de például most elég sokat tört. Ugyebár itt is vagyunk a gyári autóval, ami szerintem mindjárt átvált. Nem ér is, nem? Ott valaki nagyon jött felénk. Jó, közben összeszedi magát a játékot, betöltöget. Ha. Egyből megint egy Pigeon-nel kezdünk, meg egy Go-Kart kiadással. Itt a Vacciától Castellóba kevül, 8,5 km. Oké. Ezen a pályán például, hogy látszik, nem játszottam, melyik nincsenek számok. Úgyhogy ő lesz az első. 8,2 km a szállítási út. Ugyebár ez ugyanúgy egy Pigeon, csak gokártként van egy merevítés hátul, nyitva van a platója, jó nagy muffler van rajtad, az kidörgő, alias kipfogó dob vég. Viszont a négykerekes verzió. Hogy ilyenekkel is lehet szépen szórakázni. A gyári Beam Engine autóért szembe, ott meg előttünk, ha minden igaz, az megy, ami az alap autónk. Hát látszik a teljesítménybeli különbség ott, hogy mint a krumpli. Úgyhogy itt a szép tájakban a csilles vezetéssel is el lehet szórakozni, meg élvezni. Ezért szoktam azt volt mondani, hogy hát mindig más egy játékot játszani és megint más nézni. Úgyhogy aki teheti, el nyugodtan próbálja ki. Mondtam, nem egy olyan horror összegű a játék. Ja, most az euró árfolyam miatt egy kicsit drágám. Én még napé vettem, viszont jócskán. Aztán 25 euró most.
kapitál is egy tízes alatt van. Szóval... Na? Forgalmi szituáció, mi lesz belőle? Türelmetlenül várunk, úgyhogy itt hagyjuk őket a krumpliba. Nagyon nem férnek el egymás között. Kíváncsi vagyok, lesz-e valamikor úgymond sofőr a járművekbe. Ezzel a játékkal egyébként nagyon régen még játszottam, mikor még talán 0.0.1-es verzió volt, most hülyeséget nem akarok mondani. Bár a törés-teszt szimulációs játék, ahol nagyjából arra jöttél rá, hogy minden is rommá törhetsz az autók között. Úgyhogy abban az időben nem nagyon volt benne fantázia, úgymond. Viszont ahogy nézem, egész szépen felkapták a mod közösség a játékot olyan térre, hogy tényleg millió meg egy mod, autó és pálya és minden fejlődik hozzá, meg azt hiszem abban az időben azt hiszem nem is volt pálya benne nagyon, csak a gyári test skin map. A néhány ökörségen kívül semmit nem tudták csinálni, mert csak annyi volt a dolog, hogy összetörd a járműveket. Meg azóta van AI benne. Ugye összetöröm a kocsinkat szépen. Még bírja. Beártottam, hogyha jobb analógot lenyomom, akkor visszaálljon a kamera a nulla állapotba, ahol kezdte. De hát ez is egy adott rész. Mivel jobb kormányos létére a kamera jobbra van, hogy lennie kell. Hiába a kontrolleres irányítás mindent is csinálsz vele. Nem úgy, mint egy valós kormánnyal, hogy mindent ott vagy, ha nincs elég erőnk előzni. A géptető közép megoldása szerintem egy pindurit jobb. Azt hiszem, azt is be lehet állítani, nem vagyok benne teljesen 100%-ig biztos, hogy folyamatosan kijelezze a kocsi állapotát. Na, van elég powerünk beelőzni? Van elég powerünk beelőzni. Meg lendületünk leginkább. Így ezzel a metodikával simán, aha, pindulit oda csaptuk Tory Pigeonnek. Bár ha lepauzálom, akkor megáll a játék, ezt jobb felkelni, és hogy körbe lehet nézegetni a dolgokat, hogy mit csinálsz. Van sebességváltás a játékban, aminek köszönhetően meg lehet nézegetni, hogy éppen milyen metodikákkal gyorsulsz, lassulsz, mert az sem egy hátrány, szerintem. Úgyhogy itt a minden is játszik. Nem ér is, nem? Úgyhogy ja, szerintem valami háttérzenét toltam alá a felvételnek, amit már ti néztek, mert így nagyjából a hangom meg a motorhang, ami játszik, az SFX adott, a GFX az kevésbé, vagy BGM, ha jobban tetszik inkább, az background music. Nincs elég erőnk előzni? Hát lebontottuk a kupástjának az elejét. Beférünk? Beférünk szépen. Még 4,8 km, szóval azért ésszel, kérem szépen ésszel, mert nagyon gyorsan rommát tudjuk törni a kis pigeont, mert az minden csak nem erős. Ilyen téren, főleg, hogy bármint úgy nem erős, hogy nem elég erő, masszív a faszni ahhoz, hogy birogassa, bár a tetén lévő bukócső azt mondaná, hogy hú, hát igen, azért bírja. Meg ahogy ez az olasz pályát elnézem, itt nem mondott, hogy beszorultunk. Nem a... Itt csináltunk egy kis helyet magunknak. Hogy előszeretettel vannak ezek a árvízmodok a játékhoz, és sokan szeretik, hogy menekülj el. Hű, az a kerék összetartás.
hát az baromi jól áll, hogy menekülj el a növekvő vízszint elől. Relatív a Floris láva kategória, az a vizet érsz, akkor halsz, annyi különbség, hogy egyes járművek alkalmasabbak arra, hogy egy pár másodpercig kibírják a víz ellepést, mert mondjuk kilóg a kipufogó, vagy a lég, nem is a kipufogónak kell kilógni, a levegőszűrő, meg a betápja, hogy szívja a levegőt. Ezáltal, ha a kocsi félig el is merült a vízbe, nem kanyarodunk egyébként nagyon, már nem mozognak a kerekek, úgy ahogy kéne. Csak hogy jó legyen. És még 4 kilométer hallott. A sérülés terén látszik, hogy sérültek a eleje a kocsinak, és most már jobbra húz. Mi van, most mindenkit megállítunk? Jó, hát ebben kínszenvedés lesz végig menni most. Inkább feladom, fajjal. Egyből egy elbukva. Csak hogy jó legyen, mert annak nincs értelme, mint most egy óra alatt végig szenvedem magam esetlen. Hát attól függ, hogy lóval forgalom erőteljesen nem nyertünk kis hangszórót. 7,9 km a Pessima Street Tuned kiadásával, az ővele. Központi olaszból a Portinóba kell jutni. Utcai tuning. Nem ér is, ne. Bent lehet nézegetni a dolgokat. Klasszikus autócska. Kézit ugyebár föl lehet húzni, illetve ha menet közben vagy, akkor nem ilyen maradós, hanem automatán lerakja. Ez is adott. Ó, még szépen a turbó hát. Van benne az is. Na hát akkor nehogy szétszaladjon itt a ménes nekünk. Te hova mész? Miért akarsz tolatni? Elsőbséget adott nekünk inkább, de mink tört le a tükrünk. Pásból. A mérés ne. Akkor rúgjuk el neki. Á, turbójuk lefogja. Ahogy látom, első kerekes, szóval turbó ide, turbó oda. Nem arról híres, hogy seggét dobja. Ettől függetlenül valamink elment, mert fékezésnél nagyon jobbra húzott. Bár 140, és bár padlózom, de igen, a féktev egy pindulit megnőtt, azt mondom, annak kirúgtuk a kerekét, most vissza. A mi kerekünk meg egész jól áll, bár a hátsó lökös lekapjuk, és az eleje is, meg az oldal is kapott. Mi is húzunk valamerre. Nem kicsit ráadásul, itt egy pillanat alatt meg tud történni egyébként a baj. És nagyon gyorsan össze-vissza törni magadat. Aminek köszönhetően utána nem lesz nem ulas, ahogy mondanák. Ennyit a lóforgalomról. Akkor milyen a hely? Ebbe sincs kipörgésgátló nagyon, ABS talán van, bár a fékezésnél az sem nagyon látszik. Hát vagy úgy vannak vele, hogy minek azt. Van a játékban rendőr egyébként, de nagyjából nem csinál semmit. Ettől függetlenül vannak modok, amikkel az adott rendőrök elkezdenek üldözni és menekülnek kell, meg ilyesmi. Hogy lehet ezt változatosan is csinálni, meg szórakozni vele, illetve vannak fuvaros küldetések is, másik tükröt is leszettük.
beférünk. Szépen megyünk, nagyon jobbra húzunk. Mivel első driftelni ebben nem nagyon fogunk. Nem is nagyon lehet, aztán csak power slide-olni vele, maximum. Oda erőcsúsztatni. Ha nem férünk el, úgyhogy kerülünk másik oldalról. Csak hogy mit se legyen, majdnem felivágtuk a kéket. Igen. Eltoljuk neki ezzelre, még tovább bontjuk a kocsit, és nem a mi tükrünk tört le, vagy visszabagolt ránk a tükör. Mert a jobb oldali tükrünk ott van. Erre. Kis kovettát, vagy mit az alapautók közül az egyiket, azt megküldtük. 2,8 km föl a hegyekbe. Mivel ugyebár játszani sokat nem játszottam a játékkal, így a pályák sincsenek meg, hogy mi merre, hogyan. De nem lenne egy hátrány. Ha elvittük a löpösét, visszük haza. Szerencsére nem ültetett senki oda egy fát. Szépen itt elgyorsulunk. Hello! Na, kicsit lassan várt a váltó. Bal eleje kapott a járművünknek. Most már jobb eleje is, a motor is kapott, a hűtő végzetes sérülés szenvedett, és még 1,8 km. Van a játékban különböző megoldások, mint írásra, mint statisztika állapotok, stb. Ezáltal látható lenne, hogy éppen az olaj, a víz, a micsoda, hogyan, miként fogy. Ugyebár ezek az autók bár nem gyári címkések, nagyjából a gyári adatokat írkálják, és kora szerint vannak a sérülési megoldásaik. Egyébként vannak egyes helyek, akik szimulálják a Beam Engine-ben a adott járműnek a valós törésteszkét. Nem ér is, ne? Oké, kerekek meg bírják. A pause, ad nézzük át az autót. Hát az a hűtő látott szemnapokat is. Nem ér még le a lökhárító, de már majdnem. Csak hogy mit se legyen. Motor már sárga egyébként, hogy éppen valami nem tetszik neki, olaj vagy ilyenek. Ez bal felül fogja érni, és nagyon szitál az autó, nagyon jobbra húz. Relatív, ha balra kanyarodok, megy egyenesen félim. Ezt a 600 métert már csak meg tudom tenni. Kivéve, ha mondjuk akaratosan beelőzök, és azt mondja, hogy nem. Nem ér is, ne. Ott a cél. Látszik cél. Éppen lassan beforgunk oldalra, mert ér is, ne. De jövünk vele. Gyerünk, mindjárt ott a finish line. Oda kéne beállni, hát mi most más irányba állunk be. Nagyon oldalra ott a egész. Így. Sikeresen megérkeztünk. Nem ér is, ne? Úgyhogy ez is jó itt. Ahogy kell. Úgyhogy folytathatjuk is a következő próbálkozásunkat az olasz pályán. Most egy terepjáró lesz, 3 km. Egy Hooper the X-ként
kiadást, valahonnan a közeli Castellótól a Villa Space-be. Pause, start, start. Bekapcsoljuk a fényeket, mert is ne. Ugyebár a játék beállításaiban egyébként itt látjátok az irányítás, mint mondtam, ilyen alacsonyon van mégis a grafikánk, mégis egy ilyen Steam Deck szint. Felesleges felrakni ultrára, mert lesz ebb a lényeg, hogy Full HD-n legyetek is megadott értékkel. Maga a motor nem bírja a játéknak, amúgy van VR támogatása is, illetve letörthető a Communicative-be a magyar nyelv, de nagyon kívánivalókat híz maga után, úgyhogy annyira nem. És akkor itt például jármű, itt meg vannak adó, hogy mi mit csinál. És akkor itt van a gázfék, át van állítva erre, ez adott, a váltás, fék, kézifék pontosabban, fölvált, levált gomb, fokozatok, gyújtás, mindenféle módok vannak. Ugyebár lehet velük szórakozni egész szépen. Hátul nulla lámpánk van, jól látom? Csak festve van. Az elő van lámpa, az ciao. Hogy egyébként itt a beállításra ránézünk megint csak, akkor itt a grafikánál van egy ilyen, hogy Low FPS metrik, és akkor itt látható is, hogy milyen értékeken operál jelenleg a játék. El is mondtam, hogy maga a grafikus motor nincsen a Unreal Engine alatt a Unreal Engine, a Unity a toppon. Nem, mint látszik, így sincs meg a 60 FPS-ünk. Nem jó. Oké. Okay. Nekünk a gajtörőrács. Neki meg az eleje szült meglétezni. Úgyhogy ez egy fontos információ egyébként, hogy ilyen téren milyen. Hogy ezekkel lehet szórakozni egész szépen. Bár dinamikus reflekciótól kezdve tükörön át sok minden. Hogy másikat akartam nyomni, nem egy kertéket. Ne legyenek kertéket. Így. Ugyebár itt mindenféle értékek kijelathatóak. GPU mennyi idő alatt dolgozik, stb. Stb. Miket töltöttek be. De azok az átlag játékon nem kellenek, el lehet vele így is szórakozni. Ezt a grafikát találtam az egyik legszebbnek ahhoz a, ezekkel a beállításokkal, ami jó. Na és mi van, ha én itt lecsolom ezt az utat? Az én itt lejövök. Akkor lejöttem, nice. Jó, nem nyifogott rajta, hogy nem lehet ilyet, úgyhogy ér is, ne? Tolunk egy jobbost. Erre tovább. Ugyebár, hogyha betartod a sebesség határokat félig meddig, akkor bizonyos téren jó. Volt egy mod, amit néztem, hogy mit kér, mint folyamatos spirálba való ki kanyarodásnál egyre gyorsabban és gyorsabban. Meg volt adva, hogy 50-60-80 százal mehet. Próbáltam fölötte, azt már nagyon csúszott ki fel a kis járgány, úgyhogy ilyen tényleg jól van megcsinálva. Pástját arrább löptük, megmondtuk neki, hogy mennyi. Jó. Igen, az AI is tudja, hogy mit akar, mint például ott jól befordulni. Sikerült neki, jó van. Előrébb löptük, az ideig jutott. Ér is, ne? Jó, hát. Ha már terepjáróval vagyunk, akkor használjuk ki az előnyét, terepen is tudunk menni. Mm.
Igen, valahol itt a kőfalon át tudok gyorsulni balra, nem? Mert hogy a GPS, vagy ahogy egy ismerősök mondotta anó, rossz gombot nyomtam, GSP mutatja az utat nekünk. Minek megállni a stop táblánál? Hát minek azt? Érzéfékes kanyar. Hát az egyik lámpánk már kitört. Az a gajtörő rács sem éppen a gajtörő funkcióját látja el már. Na most a hátulja is kapott egyet. Csak hogy nicce-mice legyen. Úgyhogy szerencsére egyébként itt ezzel, hogy nincsen akkor a FPS szám és egész jól boldogul a motor. Az az viszonylag játszható. Most kérdés, hogy például a felvételen mennyire lesz zavaró, vagy mennyire lesz akadozó. Nem is tudom, melyik játéknál volt az, hogy egy ilyen dinamikusan ugráló FPS szám miatt brutálisan játszhatatlanná vált a játék. Úgy. Szépen B-parkolunk. Na? Lassan kérvényt kell benyújtani arra, hogy a levegye a dolgokat. Ez sikerült, oké. Okay. És ha azt mondjuk neki egyébként, hogy continue here, akkor kilép a modból a játék, és akkor innen folytatjuk abba az állapotában a kocsival, amin voltunk. Így a mapon maradunk, és megjelennek itt fent a dolgok. Még be itt vannak a modok, a map, ugyebár megadott quick travel pointsokkal, meg mindennel, meg AI részes challenge-ekkel, meg egyébféle jóságokkal, például freeway futam. Úgyhogy itt van minden is, illetve megadott pontok, útvonalak, helyek találva. Illetve a vihi közben, azaz a járművekben, vannak a járművek, mi meglepő. És akkor itt van a minden is, itt tartalmaz alapból a játék. Azáltal a szerkesztőbe le tudod ezeket pakolászni például, csak hogy nicce-mice legyen. És akkor egyes járműveknek vannak egyes modelljei, az például a kokáért. Itt a pigen, akkor itt van neki még különböző módjai. Itt látható például, hogy egy szubkompakt kiadás, Japánban volt divat, Ibisu, kupé kiszerelés, Ibisu a brand, Beam Engine volt, aki létrehozta, ez 530 kiló, 1980-89-ig volt elterjedt. És le is spawnolhatod a járművet, meg át is cserélheted a most itt arra, és akkor itt meg egy ilyen turbósabb verzió már. Még ilyen a performance-ben vannak adatok. Elépülő 153 lóerő 145 newtonon. Az eredeti 31 lóerő 45 newtonon volt. Százat el volt képes érni 23 másodperc alatt, és 199 volt a top speed. Még ő nála 5-8 alatt volt 100-on, 200-on, 2-16 a vége. Egyebek. Úgyhogy vannak itt ebben sok minden szórakoztatható megoldás. Ugyebár main menü. És akkor még ránézünk egy másik pályára. Olaszon voltunk. Nézzük ezt a dzsungelt. Nem ér is, ne? Csak hogy csecsemecse legyen, és egy óra körüli időpontunk meg legyen majd a felvételbe is. Ne csak a nyersanyagba. Na?
szépen kaptunk egy ilyen belódást, és akkor Bogárhátúval megyünk. Vagy valami farmotorsosra, a Piccolina 150 Corsair Rally Gravel kiadással. Valahonnan az Izlandból az Industrial Sites-ba kell jutnunk, 2,7 km. De nagyon jó, hogy Bástya, hogy egyből ránk álltál, miközben nézném a kis járgányunkat. Hogy Dacil motoring instant légkültés, ki van gyárlag csövezve. Nem érés, nem? Hát van ez a jármű valánc, tehát fellóerő talán. A rally vagy nem rally, de visszapuffog. Turbónk nincs. ABS nincs. A jármű belső is ki van dolgozva egyébként ilyen téren. Forza kiírás. Minden is kapcsolgatható benne egyébként. Van hátfalunk, úgyhogy nem látszik innen a motor, de ott a daku. Nem ér is, ne. Aztán lehet, hogy majd következő részben változtatunk még egy kicsit a játékon, pluszba. Nem csak ilyen garázs-dugarázs megoldások lesznek ízével. Mivel a saját emberkapkodása miatt adott, hogy faszod, mint itt most én ezt. Motor, nem, a tank sérült, azt mondja, hát a tank az elő volt, a kiírásban nem. Csóri járgány mindenfele kanyarodik, már csak arra nem amerre kéne. Az a kerék is kiflibe hajlott. Előre fele se tudunk menni már. Mármint egyenesen, mert arra húz. Mert valahogy a tank sérült, mondjuk, hogy most felborultunk. Valóban is, hogy az olajat felkapta a motor. Na, fel tudom esetleg még borítani. Hajrá, gyerünk, hát a bal oldala nem kanyarodik. Jó, az ennyi volt. Ott jobb lent látszik egyébként, hogy hogy az anyagunk már megszűnt létezni. Hát, ez a járgány nem jutott célba. Na, erre kapunk egy offroad járgányt, 800 méterre papírom. Bár minden random a játékban ilyen téren. Annyi, hogy nem állít elvileg össze olyan verziót, aminél nem lehet a jármű szemkész. Odáltal minden nem működik benne. Az, hogy éppen milyen tuning van alatta, na az jó kérdés. Azt hiszem gambling szerencséjáték megoldásokba szokták ezt hívni, mikor tényleg olyan szinten randomizálod az autót, hogy random bármit adhat. Ne akartam volt mondani, hogy itt nincsenek, jeljebb, de vannak. Épp 60-nal megyünk, úgy így gyorsulni fog, mert esélytelen, hogy ezt megtartjuk végig. Bármennyire is játszott itt a gázzal. Tart egy hármast. Van dudánk. Lámpa nem sok van, a felfüggesztésen látszik, hogy hogyan miként próbál dolgozni, meg mit próbál elérni. Nyilván ezek a járművek, amik nem ilyen kemény talajra vannak kitalálva, hanem azért homokosabb megoldásokra. Följöttünk az obszervatóriba, ez villagvizsgálós kivitelbe. És ez meg is van. Úgyhogy még egyet megpróbálkozunk, mert ezek nem feltétlenül hosszúak, meg annyira nagy látványossági faktor nincs bennük. Úgyhogy most megyünk egy ilyen, hát mondanám, hogy ladával, de ez nem lada. Az valami amerikai cumó, ami nagyon hasonlít arra a vázra, amit így oldalról ladának gondolnánk, bár hosszabb a hátulja. Ugyebár, és az eleje is tök más. Azon kívül szerintem valami másfajta
Nem hajlandó kinyitni az ajtókat? Na mindegy. Ja, hogy ez csak pauze módba megy. Mármint nem pauzát módba mozognak. Unstuff. Úgy. Úgy láthatjuk is, hogy milyen motor van benne. Hasonlít egyébként a Ladának a Sor 4-es szívós cumójára, ott a lenti öröm. De azért egy kicsit más kategória ez. Ugyebár a hátulja most bezárva maradt, és hogy látom, az ajtók nem nagyon akarnak becsukódni. Hát majd a... Hát akkor az a soha nem fog becsukódni verzió lesz. Csomagtartó szép nagy. Valószínűleg ez is valami 80-as évekbeli szörnyeteg lesz. Vagy még korábbi. Az útvonalunk ideig volt meg a mapon. De szerencsére itt a világban mutatja az utat. 2,7 kilométert kéne eljutnunk. Egész kultúrát egyébként a karakterisztikája a hajtásláncnak, mert éppen megy. De ahogy látom, első kerékhajtás lesz. A Ladára jellemző a hátsó. Nem, ez is hátsós kérem szépen, akkor nagyjából egy ladaklónak is mondhatnánk amerikai viszonylatban. Ugye az is lehet, hogy valahol Európában volt divat ez. Ha netán tudjátok, akkor írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a jármányról. A járgányra már nem telik. Kicsit bontjuk a kasznit. Bár francot nézegettem ennyire a járgány, de miért is nem? Ott volt egy fullamcsi Cadillac kategória. Valami újabb eserti utánzat. Sikerült ezt bevenni, megyünk vagy 100-zal majdnem, már 100 fölött. Egész stabilan tartja magát. Nem tudom, hogy nekem egyébként mennyivel jobb a játszhatósági faktor itt előttem a kijelzőt nézve, mert G-Sync verzión játszom. De az elviekben kevésbé látszik rajta az, hogyha akadozik, azáltal folyamatosabban tűnik az ugráló FPS mellett is, mert időnként itt arra kitekintve, amit a HD 60-es fölvesz Capture Card a Lumenen. Nem? Mi van azzal a... Indexel, hogy ez rajtunk maradt. Na, az komoly. Na. Kiesz, jó van. Nézzük már meg, mint maradt meg. Hát a jobb elejét lezúztuk, a hűtőn kapott. Úgyhogy a vízünk az már melegszik. Az egész megrogyott, a kaszni is, sokat nem látunk a fától. Meg azt nem tudom, hogy mennyire lehet finomabban bánni itt a kamerával. Meg jobbra húzunk, tehát 700 méter kérlek. Ennyi arra, mert ott az oldalunknak már félig mindegy. Csak hogy nicce-mitce legyen. A játéknak egész magas egyébként a multifaktorja, éppen a szerver szinkron azt mondja, hogy jó. Sajnos lokális multira nincs lehetőség, ezáltal nem tudja figyelembe venni a játék azt, hogy mondjuk helyi hálózaton keresztül legyen kommunikációja, mindenek épp a Steam-en keresztül akar, úgyhogy na, az ajtót leszettük. Így az elég sokszor szinkron hibát okoz, azaz nálad valami kék, a másiknál zöld, vagy éppen nála rommá vagy törve, a másiknál nem. De ha éppen jó kedve van, akkor egész szépen megy. Meg is lett a szép szállításunk. Miért is nem?
kocsi megjavult. Úgyhogy részemről ez most ennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!